A horgászverseny első helyezettje több mint 10 kiló halat fogott a délelőtt folyamán. A versenyen díjazták a legnagyobb és a legtöbb halat fogó horgászt is. A legfiatalabbak gyermek kategóriában versenghettek egymással, és külön értékelték a női indulókat is. 8. alkalommal folyamatosan rendezzük ezt a hagyománnyal teremtett rendezvényt. Most a városi piasztéren vagyunk, ez a második helyszín, az első volt a horgászverseny, ahol megtaláltuk nagyhalásznak a nagy horgászát, amit majd nem sokára eredményítés keretében meg is tud mindenki, illetve a nap további részében lesz majd az irigy, hónajmirigy és a balkán fanatik. A halételek főzőversenyére családok, baráti csoportok, céges csapatok, valamint hagyományőrző és civil versenyzők is neveztek. A három fő zsűri tagjai a tradicionális halászlevek mellett ételkülönlegességekkel is találkoztak. Minden azt mondtam mondani, hogy ilyen melegben hozzá fog főzni 40 fok, 42 fokos sátor alatt, az mindent megérdemel. Én köszönjük szépen, nagyon finom ételek voltak, ettünk halásznevet, igazi halásznevet, ettünk halcsalásznevet, többfajta halászné volt. Volt egy nagyon finom kapros, ilyen halgombócokét halászné, az is finom volt. Volt paprikás kumpli, én nagyon-nagyon szeretem, hogy az is finom volt, szerencsénk volt a mai napon az időzéssel. Az eredményhirdetések után szórakoztató műsorok és koncertek várták a látogatókat.